Sziasztok, ma a pálucai fiúk hatodik fejezetével fogunk foglalkozni. Először is egy picit ismételjünk, nézzük meg, hogy mit tudunk eddig. A pálutcai fiúkkal, illetve a vörösingeseknek a csapatával ismerkedtünk eddig meg. A pálucai fiúk, a nevüket a Pál utcán található üres ö, telekhez, a, a grunthoz, kötik, erről kapták tulajdonképpen a nevüket, míg a vörösingesek nevüket onnan kapták, hogy a csapat minden tagja vörös felsőt hord, más-más iskolába járnak, innen is adódik a, a szembenállás. A pálutcaiaknál megbeszéltük, hogy a, a grunda főbázisuk, a vörösingesek pedig a füvészkertben ö, szoktak összegyűlni és ö, játszani is a kárt. Amiért pedig a harc foly, az ma, maga a grund, tehát a vörösingesek meg szeretnék szerezni a pálutcaiak játszó területét azért, hogy ott tudjanak labdázni. Nézzünk meg a, a fő szereplőket, az egyes alakokat, kezdjük csak Ernővel, egy nagyon-nagyon vízna testalkatú, szőke, kisnövésű fiúcska. A Pál utcai fiúk csapatában ő a sok tiszt között szinte egyedül közlegényi rangban van, csak egy kutya az, aki a még közlegényi rangban van a Pál utcai fiúkon Belül, az ő csapatukon belül, saját társai ö, is egy kicsikét ö, lenézik úgymond, nem tartják olyan nagyon sokra, nem néznek ki belőle túl sok mindent. És ö, az előző fejezetekben ö, még egy megszégyenítést is el kellett szenvedni a nemecseknek. A pálucai fiúk csapatán belül működik az úgynevezett gittegylet és a gittegyleti tagok árulónak, gyávának bélyegzik nemecseket, és ezért a gittegyleti jegyzőkönyvbe beírják nemecsek nevét csupa kisbetűvel. Ez egy borzasztó nagy sérelem nemecsek számára, nagyon-nagyon fáj neki egészen a regény végéig. Ezzel szemben ő bekerül az események fősodrába, Bármennyire is jelentéktelen kis figurának tűnik, tulajdonképpen az események fő mozgatórugójává fogja kinőni magát a, a regény végére. Több uh, sorsfordító tört, történésnek szem, illetve fültenúja is ez a, ez a picinke fiú, és nagyon-nagyon sok minden fog uh, rajta múlni. Megmutatkozik nekünk a, az események során a bátorság, a hűsége a, a barátai iránt, a pálutcai fi, fiúk csapata iránt. És ami nagyon-nagyon fontos esemény történik vele ebben az első öt fejezetben, hogy háromszor fürdik meg véletlenül, illetve kényszerűségből a, a füvészkerti tavacskákban. Ez meg fogja határozni az ő sorsát. A másik nagyon fontos figura a Pálucai fiúk csapatán belül, Boka János, ő a pálutcai fiúknak az elnöke, nagyon magabiztos fellépésű fiú, pár évvel idősebb, mint nemecsek, határozott jellem, és mindig kiáll az igazság mellett. Képes arra, hogy felismerje a a saját hibáit, azokat kiavítsa. Nem igazán találunk benne a felnőttekre jellemző negatív tulajdonságot. Tényleg nagyon, nagyon derék fiúnak tűnik, és majd itt a hatodik fejezetben lesz egy olyan pont, ahol saját magában is elbizonytalanodik, és ez is egy érdekes jellemvonása Boka Jánosnak. Bokának tulajdonképpen a fő riválisa ellenfele, hogyha ezt lehetne mondani, ácsferi a vörösingeseknek a, a vezére, azt gondolhatnánk a legelején, hogy Ács Feri lesz majd itt a fő gonosz, akit majd mindannyian utálni fogunk, és ahogy olvassuk a, a regényt, szerintem egyre inkább ez, egyre inkább ebben el, elbizonytalanodunk. Ebben a. Felállásban, hogy na korács felé lenne a fő gonoszunk, mert nagyon-nagyon karakteres szereplője ő a regénynek, bátor erőteljes, szigorú és következetes is egyszerre. Korához képest nagy érettséggel követeli meg az általa hozott döntések betartását. Itt elsősorban például arra gondolok, hogy a, amikor megbünteti a pásztorokat a az ötödik fejezetben amiatt, hogy uh, Einstein-ot követel, nem eccsek kell szemben. Um, ami uh, beindítja az eseményeket, az pont Ácsferinek az egyik tettéhez köthető még a regénynek az elején, egyedül behatol az ellenség vagyis a pálucai fiúk főhadiszállására, és uh, ellopja onnan a, a zászlójukat ezt ugye nem uh, kifigyeli, és ez fogja beindítani az eseményeknek a, a, sodrását. Hogy lássunk egy kicsikét uh, negatívabb figurát is, uh, Gerép Dezső talán, akit uh, ide lehetne sorolni, de természetesen őt sem lehet egyértelműen uh, negatív hősként uh, említeni, Pláne azért, mert ő is még nagyon-nagyon fiatal gyerekről beszélünk. Ő a Pál utcai fiúk csapatához tartozik, ő is indul az elnöki pozícióért Boka mellett, de alul marad, sokkal kevesebb szavazat érkezik rá. És ami nagyon fontos az ő és a cselekmény szempontjából is, hogy elárulja a pálucai fiúkat a, a vörösingeseknek, elmondja azt, hogy hogyan lehet bejutni, hogyan lehet megszerezni. Ráadásul van még egy nagyon-nagyon férektette gerébnek, talán ez még nagyobb, mint amit a vörösingesekkel tesz. Az, hogy a grundotörző Janót öm, is megvesztegeti. Megpróbálja harc nélkül megszerezni a, a, a grundot a vörösingeseknek. Hát ez befutcsol, hiszen a, a vörösingesek ö, ácsferi vezényletével ezt elutasítják abszolút, tehát ö, nem akarnak harc nélkül hozzájutni a, a területhez. Az ötödik fejezetben ö, tehát nemecsek ö, egyedül hatol be a fűvészkertbe, kihallgatja a vörösingesek, illetve gerébnek a, a beszélgetését, ebből kiderül, hogy támadás fog történni a Grund megszerzése érdekében, viszont nem csak nem marad észrevétlen, felfedezik, hogy megbújt a, a füvészkertben. Ácsferi felajánlja neki, hogy lépjen be a, a vörösingesek közé, magyarán legyen ő is áruló, de ezt Nemet csak elutasítja, és ezért a, a büntetése az lesz, hogy bedobják a, a füvészkerti tavacskába. Ez már a harmadik ö, fürdése a kisfiúnak. Ezután szól még pár szót a vörösingesekhez, amit az előző diában ö, már tárgyal, tárgyaltunk, ö, és nem csak a vörösingesekhez szól, hanem ugye ö, a ger, ö, ugye geréphez is, aki jelen van ezen a ezen a gyűlésem, és ez olyan hatást vált ki Ácsferiből, hogy tulajdonképpen nemecsek iránti tiszteletét ki is mutatja, tisztelgésre szólítja fel a, a társait. Gerébe ezzel szemben megszégyenülve távozik a vörösingesek közül, tehát tulajdonképpen itt az ötödik fejezet végén Geréb számkivetetté válik mind a két tábor tekintetében. A pál utcai fiúkat elárulta, a vörösingesek elüldözték saját maguktól, tehát nem tudjuk, hogy hogyan fog majd reagálni, akár erre Geréb, akár ugye a. A pálucai fiúknak azok csapata, akik ismerik gerémnek, tudják gerémnek az árulását. A pásztorokat is megbünteti Ácsferi az Einstein miatt, nekik is ö, fürödniük kell. Ezzel zárul ezzel a jelenettel a, az ötödik fejezet. És akkor most a következő teendőnk az, hogy elolvassuk a hatodik fejezetet. Online formában, amit én csatolni szoktam, ott az 53. oldalon kezdődik ez a fejezet, de természetesen az lenne a legjobb, hogyha egy saját példányban fellapoznátok a hatodik fejezetnek a kezdetét. Illetve az is megfelelő, hogyha hangos, hangos könyvi formában olvassátok el a, a fejezetet amit én csatolni szoktam, ott, a, ott ö, 2 óra 41 perc, 48 másodperctől kezdődik a hatodik fejezet, és 3 óra 24 perc, 34 másodpercig ö, tart, eddig kellene eljutni. Egy kis szó magyarázat, hogy ö, talán, ö, hogy egy-két kifejezés ö, világosabb ö, legyen. Éjed az eldök. Ezt nem csak mondja, nyilván egyértelmű talán, hogy ez éjjel az elnök lett volna, viszont az N hang helyett D-t tud csak formálni a kisfiúcska, mivel nagyon be van dugulva a megfázás miatt az orra. Galoppozik, ez is talán egy viszonylag kevésbé ismert kifejezés jelen, lehet. Itt azt jelenti, hogy gyorsan fut. A galop ö, egyébként ö, tulajdonképpen versenyvágtát jelent, ezt ö, lovasok lovasportban szokták használni, ö, a ló leggyorsabb járásmódját ö, ö, szokták így emlegetni. A gyalogjáró az járdát jelent, a hadsegét pedig ö, államfő vagy katonai parancsnok mellé beosztott tanácsadó vagy futártiszt. Ugye ez lesz majd nemecsek. Hogy elolvastad a fejezetet, akkor a következő diák ö, ö, is rád várnak. Nézd meg ezeket, hallgassd meg, és a többi, és a többi. Egy nagyon érdekes kis bejegyzéssel indul ugye a hatodik fejezet, egy kiáltványt fogalmaz meg Boka a többiek számára, amelyben azt fogalmazza meg, hogy veszélyben van a grund, támadás következik, és mindenkinek teljesíteni kell a, a kötelezettségét, a kiáltványok azok valamilyen kiélezett, veszélyes helyzetben fogalmazódnak meg. Ilyen módon egy vezető, egy fontos személy a, a, a sokassághoz tud szólni. Nagyon fontos, hogy valami olyan dolgot fogalmazzanak meg, amely, amelyel meg tudják szól, szólítani a tömeget, a sokasságot, és hogy egy Híresebb példát is mondjuk ilyen kiáltványnak számít, például az 1848-as forradalom ö, idején, ö, idejéhez kötött ö, Nemzeti Dalis-Petőfi Dalis Sándortól. Érdekes a szóhasználat. A bokaféle kiáltványban birodalmunknak nevezi a grundot a, a fiú. Ö, ez is mutatja, hogy milyen-milyen fontos számukra ez a kis földterület, illetve azt is mutatja, hogy honvédő háborúra készíten, készülnek tulajdonképpen a, a pálutcai fiúk. Nemecseket teszi meg Boka hadsegédjévé, ezzel a Pál utcai fiúkat is meglepi. Geré bárulását, ugyanis, illetve a füvészkerti kalandokat ö, egyelőre titokban tartja Boka, nem mondja el a, a pálutcai fiúk számára, és épp ezért nem tudnak arról sem, hogy miket hajtott végre ö, Nemecsek a többiek érdekében. Nem értik tehát, hogy miért vált ö, Nemecsekből hadsegéd, és a nevét sem tisztázzák, tehát a nevét esett foltot, azt, hogy az ő nevét csupa kisbetűvel írják be a, a jegyzőkönyvben, azt sem javítják ki, ezt nem csak egy kicsit sérelmezés. Fontos megemlíteni, hogy nemecseken már itt látszik, hogy nagyon-nagyon beteg, lázas, Meghűlt a sok fürdés miatt, és amikor geréb apjával beszél, már nem, nem is igen van magánál, utána bokának kell hazakísérnie, akkor már félre beszél, halucinál, Tehát nagyon-nagyon komoly ö, betegséggel küzd nemecsek. Egy következő nagyon fontos része a fejezetnek, a Boka és Geréb beszélgetése. Geréb megjelenik a pál utcai fiúk területén A grunnál, és könyörög Bokának, hogy vegyék vissza. Boka nem hajlandó rá, bármennyire is győzködik geréb, és végül geréb sírva távozik. A jelenetet egyébként a többi pálucai fiú is látja, és éjjelzéssel reagálnak az eseményekre. Boka esetében, a boka lelkében már nem ennyire Egyértelműen vidám ö, eseményként zárul a gerébbel való beszélgetés. Így zajlott le ö, zanzásítva ez a kis beszélgetés. Nekem veled semmi beszédem nincs. A legokosabb, ha most kimégy ezen a kapun úgy, ahogy bejöttél. A fiú azonban nem fogadta meg ezt a tanácsot. Nézd, boka, mondta. Én már tudom, hogy te mindenre rájöttél. Tudom, tudom, hogy ti itt valamennyien tudjátok, hogy én a vörös ingesekhez pártoltam. Én most nem mint kém jöttem ide, hanem mint jó barát. Csöndesen szólt Boka. Te ide, mint jó barát, nem jöhettél. János mondta elfulladó hangon. Én belátom, hogy nagyot vétettem ellenetek. Én jóvá akarom tenni a hibámat. Bocsássatok meg nekem. Ó, felelte Boka én már megbocsátottam neked. És visszavesztek azt már nem semmi módon semmi módon. Geréb, elő, Geréb elővette a zsebkendőjét és a személyhez emelte. Boka szomorúan mondta neki Ne sírj, Geréb, nem akarom, hogy itt előttem sírj menj szépen haza, és hagyj minket békében. Most persze ide jöttél, mert a vörösingeseknél is elfogyott a becsületed. Geréb zsebretette a zsebkendőjét, és férfiasnak akart látszani. Hát jó, szólt, elmegyek. Ti engem már nem láttok többet, de, szav de szavamat adom nektek, hogy nem azért jöttem ide, mert a vörösingesek meggyűlöltek. Más oka volt ennek. Sok érdekesség van ebben a beszélgetésben, még folytatódik egy darabig. Ö, és ö, folytatódik olyan szempontból is, hogy ö, Boka elgondolkodik azon, hogy vajon jól cselekedette. Elgondolkodik azon, hogy ö, visszafogadja, hogy megbocsájt ö, ténylegesen gerébnek oly módon, hogy, ö, hogy visszaveszi a táborukba. De aztán eszébe jut az a pillanat, amikor Geréb kúnyosan egy korábbi ö, esemény kapcsán nemecsekre meg őre ö, nevetett. És emiatt úgy dönt, hogy Geréb nem érdemli meg azt, hogy visszavegyék a táborba, rossz fiúként ö, gondol rá. És ezért ö, úgy gondolja, hogy mégiscsak jól cselekedett, de elbizonytalanodik ö, ebben a döntésében. Mégiscsak. Gerép, hogy mi is történik, ugye hazamegy, és ö, valószínűleg otthon látják, hogy sírt, elmondja, hogy mi történt, és utána az édesapja jön a pálutcai fiúkhoz, hiszen az, hogy valaki árulással vádol meg valakit, valakit árulónak nevez egy másik személy, az óriási ö, ö, sértés is lehetett akár, hogyha nem volt az igaz. Nemecsek ugye ekkor ö, hazudja azt tulajdonképpen a, az apának, a, a féltő óvó ö, szomorú apának, hogy nem geréb, nem árult el senkit. Nyilván ez ö, mi tudjuk, hogy hazugság. De ugye itt a általán felolvasott részletnek a, a, a vége az érdekes. Ö, mi is azt gondolhatnánk alapvetően, hogy Gerép csak azért kérő, kéretkedik vissza a Pál utcai fiúkhoz, mert elzavarták a vörös ingesek. És Boka is ugyanígy vélekedik, meg is mondja ezt Gerépnek, de Gerép tagadni látszik. Azt mondja, hogy, hogy más oka volt ennek, hogy miért is jön vissza. És ehhez fog kapcsolódni a feladatunk, amit én adok nektek, hogy vajon mi is az oka annak, hogy visszakéreckedik a pálutcai fiúkhoz geréb. Ezen gondolkodjatok el. Előtte azonban készítsétek el az olvasónaplói bejegyzést, a füzetbe írjátok ki, hogy kik voltak a fejezet szereplői szépen név szerint soroljátok fel, illetve a helyszínt, a helyszíneket is adjátok meg, és írjatok erről egy 5-10 mondatos összefoglalást, hogy mi történik a, a fejezetben. A feladat pedig így hangzik, mit gondolsz, miért ismeri be Geréb az árulását, illetve Boka helyében te hogyan döntöttél volna Geréb ügyében, és indokold is meg a döntést. Tehát, azt kérem tőletek, hogy egy picit gondolkozzatok Geréb fejével, próbáljátok meg megmagyarázni, hogy szerintetek miért ő jött vissza a Pál utcai fiúkhoz, miért ismeri be a tettét, és mi oka van visszatérni ebbe a csapatba, miért kéri, hogy vegyék vissza, illetve egy picit boka fejével is próbáljátok meggondolkozni, hogyan döntöttetek volna gerébügyében, és kérem, hogy indokoljátok is meg ezt. Hogyha mindezzel megvagytok, tehát kész az olvasónaplói bejegyzés, illetve a feladat is, akkor fotózzátok le, Küldjétek el nekem e-mailben rekaegetókukat gmail.com vagy Messengeren keresztül, erre egy hét áll rendelkezésetekre. Köszönöm szépen a munkátokat!